25 éves a testvérvárosi kapcsolat Dombovár és a németországi Kerneni Remstal között. Az 1991-ben kötött testvérvárosi kapcsolatot Dombováron is megünnepelték. Már az első nap rendhagyóra sikeredett, hiszen egy maroknyi lelkes csapat kerekkezett ki a városházától indulva Lápafőre, ahol szintén lelkes kerneni biciklisek várták őket, vagy mégsem. Nagyon érdekes volt, mert ugye mi azt terveztük, hogy Lápafőre kitekerünk eléjük, de egy hatalmas zuhé késleltette az indulásunkat. Ők pedig nem tudták, hogy mi megyünk, ez egy meglepetés volt, ezért valamennyivel pár száz méterrel Lápafő után találkoztunk, viszont a kis falu polgármestere és várunk polgármestere volt szíves és fogadott a határba bennünket, egy kis vendéglátás, ezért vissza kellett tekernünk, hogy ővelük találkozzunk, majd együtt tettük meg a több mint 20 kilométeres utat, szakadó esőben végig, mint ahogy ez látható is a felvételeken szerintem. Ettől függetlenül szerintem ez így volt nagy élmény. A visszaúton, ahogy hallottuk, a természet erőivel is meg kellett küzdeniük a kerékpáros csapatnak. A városháza udvarán aztán már igazán nagy tömeg fogadta a 25 éves évfordulóra érkezőket. Ez a barátság Heinrich Becht kapcsolatán alapul. Ő pár héttel ezelőtt halálozott el. Ezért neveztük el ezt a túrát Heinrich Becht emléktúrának. Még akkor jött létre a barátság, mikor hidegháború és vasfüggöny volt. Azóta sok minden fejlődött. Az országok baráti kapcsolatban vannak egymással, csak úgy, mint Kernen és Dombovár is. Und man hilft sich gegenseitig, man schätzt sich und ja, es ist schön, Freunde zu treffen. A külföldi barátokra rengeteg program várt június 2. és 4. között. A péntek délelőtti dombovári és pécsi programok után először a német kisebbségi házban gyűltek össze a résztvevők. A Bölcsőben ringatott barátság című kiállításon igazán nosztalgikus hangulatba kerültek azok, akik az elmúlt 25 évet végig kísérték. A program érdekessége még az is, hogy a testvérvárosi kapcsolat mellett idén 20 éves a Dombovár Kerneni Remstal baráti kör, így az ünnepi tortán ez jelentette a 20-as számot. Az ünnepés után a csapat átvonult a Tinódi ház elé, ahol a D-Ride Sportklub extrém kerékpárosokból és kötélugrókból álló sportcsapatának bemutatóját tekinthették meg a külföldi vendégek. A dombovári fiatalok műsorának sikerét bizonyítja, hogy Kernen polgármestere Stefan Altenberger meghívta az ügyes felállást egy németországi fellépésre, illetve átadta városunknak ötletes hiánypótló ajándékát, egy biciklitárolót. Pár héttel ezelőtt jött egy telefonhívás, mai napig nem tudom, hogy ki telefonált, Kernenből jött, azt tudjuk, megnéztük utána a kódot, és annyit mondott ez az ismeretlen személy, hogy nem sokára érkezik Németországból egy küldöttség, és azt szeretnék, hogyha legyártatnánk egy olyan bicikli tárolót, ami Dombováron is található, a városháza előtt, és majd valami ezzel történni fog. A nap zárásaként a gudanasi kemping étterem adott otthont a gála vacsorának. A köszöntéseknek is helyt adott a rendezvény, és az emlékek felelevenítése még mindig tartott. Meleg baráti szeretettel üdvözlöm Önöket újra Dombováron. Még egyszer gratulálok a kerékpárosok teljesítményéhez, óriási kitartás és erő kellett a több mint 1100 kilométer letekeréséhez. Remélem az út során sokszor adott újabb és újabb erőt az a gondolat,
hogy a célállomáson szeretettel és megbecsüléssel várják Önöket. Az elmúlt héten a polgármesteri hivatalban, baráti körökben többször téma volt, hogy vajon merre járhatnak, minden rendben van-e az út során, milyen az időjárás, milyen tájakat látnak. Ahogy hallottam, szerencsére minden rendben volt. Ma az elmúlt 25 évre emlékezünk. Városaink között a kapcsolat immár negyed százada tart. Kimondva hosszúnak számít, de megélve pillanatok alatt elszállt. Tisztelet és köszönet mindenkinek, aki egy kicsivel is hozzájárult, hogy közösségeink között megmaradjon és tovább éljen az együttműködés. Felsorolni lehetetlen, hogy mennyi szép pillanat övezte ezt az időszakot, mennyi nagyszerű ember, család, kötött életre szóló barátságot. Sajnos ma már sokan nincsenek közöttünk, akik jelentős szerepet játszottak abban, hogy a két város partneri kapcsolata fennmaradjon. Szabó Loránd a negyedszázad összefoglalása mellett köszönetet mondott az elmúlt 20, illetve 25 évét Grünwald Gabriellának és a 2014-ben elhunyt Günther Hausmannnak, akik rengeteget tettek azért, hogy a testvérvárosi kapcsolat létrejött és ma is ilyen aktív. A beszédével Szabó Loránd kiemelte, célunk az, hogy egy óriási élménnyel köszönjenek el majd tőlünk német barátaink, annak reményében, hogy mi hamarabb találkozzunk.